Megint elveszett egy kis nyersanyag, de legalább nagyon jót kajált. Úgyhogy itt az ideje a 30 centis vámpír péniszére lépni, azt hátralökni. De csak pár perc ez alatt igazából annyi történt, hogy én szájba vertem Viktort, aki aztán megpróbált visszaütni, és szájba vertem a karakteremet. Jó, bocsánat, nem, nem fogult el, ennyire nem fogult el a igen, helyzet, igen. Kézitusára kerüljön sor. Tisztelt, bár közel állunk hozzá. A kézittus a szót használtam? Igen, mondatba foglaltam. Írtam egy listát szavakról, amiket használni kell. Te is megkaptad ezt a listát? Én írtam sajátot. Ó. Mert a fetvó zső nem tetszett. Innen a kézitusa. Szóval, ez esetben én jövök, én lejöttem ide. Igen. A Catacomb Landingbe. Igen. A totally unrelated. Igen, you shouldn't even care! Igen, már megyek is. Az van, hogy ő csak szereti a nedvesen csüppögő helyeket. Menjünk tovább. De gyorsan menjünk tovább. Igen. Akkor te jössz. Én köröm jön végig. Hol fogom kirakni ezt a videót? Először is én felporítalak. Itt voltál? Szegény varázsló. Szegény varázslót az ág is húzza. Szóval az van, hogy én testem erej, testinam erejével feltartom e ganét. Ez lesz a terv. Hát szóval meghalsz egy ütés után. A 8 mozgáspontom... Ból hetet csinálsz azzal, hogy idejössz. Ugyan már. Ez számos egyéb borzalom fog történni veled. Egy dolgot hetet kérdezett. És így meg hatot, jó? Csak kedves csapattársaim. Igen. Dobjak-e a Deck of Many Things-re? Nagyon minden... fontos tudatok, hogy -2-vel dobom. Ha 2-t dobok, akkor instantly meghalok. Szerintem... Szerintem nem halsz meg. Nem biztos, hanem... hogy dobnod oh. kéne. Ja, de. Ez nem az a pillanat, amikor... Lehet, hogy azt kellene, hogy... Bocsánat. Nem csak úgy gondoltam, hogy ez nem az a pillanat, amikor egy Fjellor Paladint nélkülözni tudnánk. Igen, igen, meg szerintem várjuk meg, ameddig Cyber azt 0 HP-s lesz. Nem, én kezdtem, én vagyok az atakkör. Ja, igen, csak azt mondom, hogy utána valószínűleg Cyber ver. De várj, nem tudod, hogy ha jó dobok, akkor növekedik a trétem, vagy ejtemet húzok. Értelek. Igen? Ne. Eddig az én két igenemmel szemben van egy nem. Viktor? Az előbb, tehát a netedből melyik szó volt, ami nem volt teljesen világos? Hogy tedd? Rendben! Na, dobok egyet, na, csak úgy. Szerintem eddig amilyen szerencsénk volt ebben mondta, a játékban. Mondta, hogy nem szabad megetetni. De húszabb tárgyat... Te miért nem húsolsz? Húszok egy tárgyat, megnyerjük a játékot. Na, egy dobás, csak ennyi kell hozzá. Úgyis érzem, ahogy így kezd hatni rám a bűbáj. Ugye, Viktor? De semmi értelme nincs. Hát üsd meg! Ja. Üsd meg! Üsd. De utána pont is megütne. Akarom megütni. De most halottan! Az... Legalább vedd el tőle jaj, a szarját! Na, nyugodjatok meg, dobok egy jót. Akkor most ez a... Book ez of... a Deck of Many Deck Things. Of many things. Kicsit örülök, hogy megkérdezted. Jé! De figyeled, miért, hogy megkérdezte a véleményünket? Na jó, igen, jó, jó. Te, nem, vagy, nem, te, vagy, nem, te vagy a... Nem nyolózok, nem nyolózok. Tessék, tessék. Nyugodtan nyolózzál. Nem, a csapat akarat a legfontosabb. Én team player vagyok. És akkor tudjuk, hogy azért most veszítettünk, mert hetekig fogjuk gyávák. Ezt hallgatni. Figyelj, dobj csak egy kockával, és hogyha kettes, akkor dobj rá a deckre. Nem. Akkor megatakolok. Jó, Májtal? Igen, mert nekem egyen nagyobb a májtom. Tudom, hogy te rambolni fogsz, de az élet kegyetlen is. Neked hanyas a májtod? 5-ös. Nekem 6-os. Mit lehet 6-os egyszerűen? Mert azért, mert ráverhetett 2-t minden trécsére. Ah, nem baj. Neked van valami... Most ez volt a master planed, ami most így összeomlott. Jobbat dobok. Szóval alapból 4-es volt, feltoltam 2 pöcökkel, mert vámpír vagyok, és aztán feltoltam még 2 pöcökkel, mert borzzá változtam. Jaj, borzalom vagy. Nem igen, baj. Tehát te most egy borz... Bor, egy nagyon pici vámpír borzal. De vörösen izzik, azt mondja, a borz nem olyan pici szerintem. Igen, de a hogyha méretarányosan csökkent... Ez egy nagyon érdekes kérdés. Te 5-tel dobsz, nem? Igen, de... Ja, de most rá akarsz dobni a izére. Igen. Jó, leállítsom a kamerákat? Nem, ezt most megcsináljuk. Jó lesz, ne izgulatok. Szóval... Szóval az lett volna, hogyha pedig csak 2-t dob, akkor instant meghal. De így? De így, hogy 3-at dobott, így nem olyan rossz a helyzet. Így van. Ja,
Én már eltebettem. Én még nem kezdtem előre. Discard an item card, tehát semmit se féltek. Ezt tudom discardolni. Tehát most ahelyett, hogy szereztem egy tárgyat, most elveszítettél egy tárgyat. Jól értem a... De hát most egy potion of healing mire ment volna vele? Még jó, hogy... Milyen károd nem kérdeztél ez meg minket? Ez omen card, szóval nem tudom discardolni. Jól gondolom? Gondolom. És akkor mi van ilyenkor? Semmi. Discardolok egy kártot, vagy tékelek egy damage-ot, ennyi. Tékelek egy damage-ot. Discard an item. Card take one point. Mental damage. Hát mental damage. Amekkora... Ez most or vagy end? Or. Egy knowledge-ot veszítek, mit szólsz hozzá. Jó. Örülök, hogy... És mondjam... Higgadt figyelmeztetés. Én mondtam neki, hogy ne dobjon. De hogyha mindegy. Ha történetesen kihúzom az ultimate jó itemet, akkor meg jól járunk. Aha. Igen, nyilván ez egy high risk, high reward play igen, volt. Igen. Még egy token rákerül. Köszönöm. High risk, innentől no nem reward. Dobok vele. Mert ez már az. Szóval, akkor let's fight. Cause that's fun. Fighty, fighty. Igen, de jó. Majd adom neked a kockát. Jó, oké. Okay. Az előző dobás alapján... Jó lesz, ne izgulj. Szipi-szupi volt. Aha. Jó, mint az előző. Hat? Ó, hat. Én 6 kockával dobok. Így van. Mi baj történhet? Semmi, most dob egy 2-es. Aha. Ez ugyanannyi. Ez 7. 7. Akkor besérülök egyet. Minden úgy van, hogy a nagykönyvben ez meg volt írva. Igen, igen. Azért jó, mert ő egy körben 3-szor attakolhat. Ráütök mindannyian. Jó, ennyi? Jó, neked nagyon magasok a fizikál trétjeid. Yep. Elképesztően. Én azt fogom csinálni ebben a körömben, hogy még mielőtt bármit csinálnék, ütök egyet. Jó. Meg fogom ütni őt. Hárommal defendel majd. Ő hárommal defendel? Még kettő lenne, de ott vagyok mellette. Jó, én 7-tel dobok. Miért? But why? Why would you do that? Why would you do any of that? Mert 6 alapból a mightom. Miért? És plusz egy kockát hozzáad a Ring of the Ram. Azt mondtam, hogy 14-jel arcizmon se vezzem volna. Úgyhogy dobok egy 7 kockát. Na. Oké. Srácok, kidobja a defense-t. Sok se jó, azt mondják. Szerintem... Ezt el nem kellett volna ilyen dobnod. Szóval kidobja a defense-t. Szerintem dobja. Mert hogy annak dobnia kéne egy 3-ast. Szerintem dobja te, ott állsz mellette, te segítesz vele. Igen, mindig az, aki mellette áll. De annyira örülök, hogy rajta múlik a játék most. Semmi gond. No semmi pressure, gond. No pressure. Ne érezd magad kellemetlenül. Ridimelheted magad. Nagyon jó, ott a 3. Akkor nem sérül meg senki. Jó. Ez jó dolog, ami ez egy kicsit aggasztó kör volt. Ezt és nem sebeztem meg senkit, úgyhogy... most felrobbansz. Csalódottan elmész a városba. Kemény szabály, de így. Most még mozoghatok, ha akarok. Rejöttél, hogy túl nagy falak, ez a kalandozó igen, csapat. Igen, ideje menni. Igazából 8 pinem van, oda megyek, ahova akarok, ugye? 1, 2, 4, 6, 7, 8. De sebeztél belém megy. A májtot húztam le, oké. Ja nem, mert 2, 3, 5, 7, azzal, hogy rád lépek, és nem is tudok onnan ellépni. Valójában ez mind a master planünk része volt. Igen. Tehát, hogy most itt te be vagy zárva. Mert Viktort arra használjuk, amire jó. Roadblocknak. Mágia, beavatott, művészet, igen. Tűz. Kérlek, jó, feküdjél a földön, és legyél nagyon útban. Akkor egyrészt a... Az elivarázslat. Ezért tanultam 34 évig. Igen. A suttogó koponyával mozgatni fogok egy NPC-t. Az NPC-ket én nem tudom leküldeni, ha izén gondolom. Így van. Jó, tehát hogy nekik mindenképpen ezen a szinten kell maradniuk. Így van. Hiszen nem tettünk föl dungeon tile-t. Jó, ebben az esetben azt szeretném, ha mondjuk ő beljebb jönne. Viszont valamelyikőtök még esetleg a csatlakozhat majd a katakombába. És ezt követően szeretném használni a különleges képességemet. Van. Van. A Cloud of Mist. Ezt nem kellett volna neked esetleg megosztani velünk? Nope. Nem.
Mit mondtam? mit mondtam egyébként? Nem is tudom mikor. Köddé tud válni, köddé meg talán változó. Még becformá. Meg ugye, hogyha minden az még, akkor lehet, hogy beteket tud is idézni. Ez a max, amit... Szóval a játék során egyetlen egyszer, ahelyett, hogy hagyományosan mozognék, egyszerűen csak köddé válhatok. Ha így teszek, akkor leveszem a figurámat a tábláról, és felrakhatom bármelyik tájra, ami jelenleg a játékban van. Úgyhogy igazából ez azért jó, mert én most már nem. És ezzel be is fejezném a körömet. Nos, örömköröm. Kicsit. És mondja, hogy ilyen éket vertél a tervem bele. Ami nem jó. Mit tegyek? Azon gondolkozom, hogy nem tudjuk még esetleg kicsit tápolni magunkat, de... Igen, tehát hát hogy ő most ott len van. Igen. Érezze magát jól. Jó, hát de én mennyi lehet, hogy... 7 lépésből? 8-ból? 8-ból feljön. Akár a bárhová is. Uh-huh. 8-os a speedom. Tehát így ide el kell mennünk jesszelni. Én megpróbálok. Én szeretnék... De hogy miért vagyok fogyatékos, miért akartam arra lemenni, erre is lejöhettem volna. Egyel olcsóbban. De hát most már elmentem. Most már nyilván mindegy, de... Szörnyű dolog ez. Borzalom. Igen. Megrészegültél a hatalomtól ezért. Igen. Szóval én szerintem megpróbálok tápolni magamat, és el akarok menni ide, hogy lecseréljem ezt az elátkozott páncélt valamit. Annyira kellemetlenül éreztem magam egy szerencsétlen Sándort, nem tudtam szájba verni, hogy igen. Puff! Igen. Menjél nyugodtan. De ez egy ilyen összetett probléma. Mi a Varázsló Akadémián megtanuljuk, hogy a komplex problémákat 10-14 évnyi halogatás után majd egyszer így megoldjuk. Tetszik ez a hozzáállás. Remek. Hasznos tagja a társadalmunknak. Mondja ki is. Hülye vagy. Figyelj. Istennő vagyok egy furunkulussal. Minden a legfaszább. Igen. Viszont... A tervem egy apró bökkenő, hogy közben egyesek leverték a speedemet, tehát már nem érek oda. Akkor viszont menj már az egyik Innocenthez. Mert sokkal jobb lesz, ha úgy... Tehát eddig az Innocent jobban megvédtem, amikor ott voltam. Szóval... Oké. Okay. De... Akkor legalább állj be olyan helyre, ahol neki rossz. Egy olyan Innocent kéne, ami valami jó helyen áll, de már mindig rossz helyen áll. Szóval akkor... Cursed that you, mit tud? A katakombába tudok lemenni. Viszont egy jó mellap. Nem. De ezt már lehet terelni. A Hauntidot nem vettétek föl. Igen. És szerintem ennyi. Igen. Na jó, egyelőre ide jövök. Oki, doki. És így a fa mellé húzódom. Úgy csak, mint aki tanulmányozza a stukkót. Szép munka. Szép munka, köszönöm szépen. Hatalmas varázslom vagy. Lássuk, mit tud a, nem is tudom, a föld alatti királyság császárnője. Mondjuk inkább úgy, hogy futárlánya. Mi a neved? Lil Wayne, vagy mi? Igen. Lia Fine Tlabar. Lássuk. Na figyelj, lemész. És miért ten híres purunkulus szolgálója? Lemész-e ütni a koffein korvat? Vagy oda? Vagy rájössz, hogy... Meg fog ölni. Igen. Mondta a csapat hasznos tagja. Igen, de mi egyebet tudnál még csinálni ezen kívül? Ja, itt végezni a körömet, és akkor legalább a májtamat egyel feljebb viszem. És semmivel sem kerülünk közelebb az objektív. Nem, de távolabb sem. De mert lesz egy köre, amíg. Tehát, hogy ha ott vagy, akkor egyrészt akadályozod, hogy kijöjjön. Igen, csillogó, de hogyha rám ver 8 kockával, amiből én 2-vel negálok. Neked hagyosan? Csak 7. Kettes volt. Ha egyel feljebb tudod, akkor... Akkor 4-es. Oh. Csillogó szemmel nézem, hogy egy hasznos csapattag vajon. Overrated szerintem. Kussoljak. Oda jöttél, befejezted, feltoltad. Már is sokkal jobbak az esélyeim. Hát így már túl fogok élni Nyugika. Egy kört, ameddig oda Nyugika megyek. Nyugika gyerekek. Jó, ott lehet. Túl fogok. 1, 2, 3. Holva érkezek innen? Ide? A landingre. Azt mondja, 1, 2, 3, 4. Eddig tudok eljönni. Ha beállunk ide mindannyian, akkor egyesével szedlünk. Akkor jelentős. Kemény harc lesz. Nem, tehát, hogy egyet kell ráverni.
És akkor... Az a baj, hogy ha beállunk oda mint, tehát mi ketten összesen kettővel csökkentjük a sebességét, 6-os lesz. Onnan kizúz eddig, itt tud feljönni, ugye? Az 1, 2, 3, 4, 5, jól számolom? Mm. És akkor el tud jutni ebbe a zónába. Viszont használja a koponyát megint, és ide mozgatja a baby girl. Oda nem tudja mozgatni a falon keresztül. Valóban nem. Akkor ez még nem annyira vészes. Azért, mert, tehát innen elérje. Nem lehet átjönni ide, de innen át lehet jönni ide? Nem. Nem. Ez itt már nem számít. Igen, az ott egy, az, már nem. Az egyik oldalon van egy ajtó, de másik igen, oldalon van valami. Szóval azért miért oda vittem? Retardált vagyok. Hát, kegyetlen és terem. Átosztottam volna ide. Ahon, ja igen. Na mindig szóval az a lényeg, hogy még jók vagyunk pont, de ugye, hogyha ez így magában eldogál majd ezen a környéken, akkor... Mi lenne, nem játszanál a vámpírral? Csak nektek, egy kérdés. Csak nektek mondom, hogy értsetek, hogy... De részt, hogy figyel. Jó, de ok, mert Kacinak nem az volt a terv, hogy közelebb vízi a bystandert. Most jött rá, hogy nem volt jó a terve. Vagy ez egy double bluff. Igen. Mint ahogy azt, hogy én elmondtam, az azért volt, mert tudtam, hogy tudja, hogy... Lépjél már le oda! Eddig itt. Addig eltűnök egy logikai addig oda jössz. Igen. Jó. Én jöhetek. Jó. Menjünk a koffinhoz. Először is őt bemozgatom ide. Aztán elindulok innen kifelé. 1, 2, 3, 5. De jaj, el lehet menni mellette. Bemorgolja az összes kockát! Nem kell az összes, csak azt hiszem, hogy szándékai vannak veled. Remélem most megnyugodtál. Királyném. De figyelj, ez csodálatos, mert meg tudjuk egyből répázni. Na, fantasztikus! Az 5. Miért dobok ilyen szarokat? Mert ez igazság. Zobhatnék 14-et. Májtal kell? Májtal kell, igen. Várjál. 4 kockát írt, plusz a furunkulusod. A furunkolós, amit nem segít, ha hiszed van rá. One might, one knowledge. Azt hozzám? Azt hozzáadtam. Mindegy, jó lesz. Egyed neki. Csak mennyit dobtál? 4-et? 4-et. 5-öt? Szerintem 5-öt. Az 5. De nem tudom. Mindegy, te most úgyis 6-ot dobsz. Na most akkor ez bizony nem mindegy, hogy mennyi volt. Jó van, 4-et dob, vagy 5-öt dobott. Szerintem 5 volt egyébként. Ja. Az a baj, hogy nekem most fizikából kellene húznom. Hogy az, ahogy visszamegyek. Vagy az van, hogy 3-as lesz a speedem, és soha nem érek oda sehova. Akkor szerintem nyomd el majdodat. Fogadd el az életet úgy, hogy van. De, kell, de, még... de akkor megint rám ver, és akkor 2 kockával szerinted mennyit dobok? De akkor soha nem fogjuk lebontani a koffint. Ja. Tegyem, tedd azt, mi jó nem tetsz. Jó. Sőt, tudod mit? Megvan az ördögi terv. Ja, nem jó. Ah, bézvel jól lettél visszaütve. Ez szomorú történet. Jé. És akkor jöhet a... Én jövök. Mi? Hát mert... Jaj, nem, bocs, te voltam. Nem. Mert csalunk. Viktorom, mit csinálsz? Úrnagy varázsló. melyik szobát nézed most meg? Te onnan le tudsz jönni a ide? Le. Akkor gyere le. És fönn megy a botul. 1, 2. Ennyit el lett. It's beautiful. In all its glory. Jó, én ráverek a férgre. Szenitid, mutasd. 2, 4, 6-tal. Szenitid? Igen. Jobban jártok volna, oda megyek és együtt ütjük? Nem. Lehet, hogy de. Nem. Knowledge-el ütöd? Nem, Szenitivel ütöm. Nem, ő. Knowledge-el mennyi a Szenitid nagyfejű? 4. Hát akkor nem. Jó, az egy. Az anyádat! Respectable 5. 5. Ugye, mert most mindjárt dob egy blanket. Menjél a faszomba! Wow, what do you say after that one? Brutal, savage, wrecked. Absolutely taken down. 7. Szóval... Hát akkor lejön... Rám nem hatnak a Jedi elme trükkök. Lejön 2 a knowledge-omba. Tankét!
Hogy is volt az, ja, hogy valahogy én vagyok itt a gyenge esetlen varázs? Hogy egy, kettő, nem, csak három így, mert hogy igen, mellőled nem könnyű eljönni. Oké. Okay. Az a jó hírem van, hogy most ha túlélem ezt a kört. Akkor újra felteszem szeretett csapattársaimnak a kérdést. Kezdjük el ütni azt a szart, mert sosem fogjuk megölni ezt a férget. Akkor oda teszel, kérlek, Viktor. Oda bizony. Jó. Ó, megint itt vagyok. Nagyon jó. Szerintem ott rögtön húzhatsz egy tárgyat is amúgy. Ha akarsz. Kicsoda. Te, mert ja, ez egy tárgyas hely egyébként. Horn of Blasting. Jó hangzik, mint ja, nem. Mert azt mondja, hogy ignore any icon or text on the card. Bocsánat. Így csal. Így csal. Így csal. Csak hát kíváncsi voltam, hogy mi az a tárgy. Kaci, csal. Hallottam, hogy bemondja, hogy horror. Jaj, az nem jó, akkor mégse lehet. Oké, okay, na, figyelj. Én ezt kinézem. Ez volt a trükk. Fú, pont meg. Ez négy. Egy obstacle lekerül. Ne! Kasp. Ördögi machinációid véget fognak érni. Bestia! Most pedig kimegy és megöl egy innocent bystander. De ezt ilyen alámondásos videókazetta hangsúlyra kellett volna. Egy, kettő, négy. Örülök, hogy bevégezhetem feladatomat, már, mint ugye. Ajtótámasz és útakadály. Megérte elmenni az egyetemre. De vadmágus vagy, te nem tudom az egyetemben, ez a megzabolászatot a mágus valóban, igen. Én ilyen sárkány leszármazott vagyok, ha jól emlékszem. És az a sorcerer. Mindegy, most már. Whatever. A haverod. Igen. Mit? Az a kérdés. Ja igen, az van, hogy karakter, vagy itt ugye Viktornak ott van a haver, és megfordítjuk. Nem ide jövök, hanem ide jövök. Meg az anyádat! Sajnálom, tapad, ragad. Jó, hát van még négy. Ki nevet most hirtelen? Nyugodtan visszamehetek, és megütlek. Jé. Ugyan már. Ez hét kocka, hét. Viffelni fogja, nézzétek. Aha. Megvan. A kenszerényeket mondtam, hogy nagyon-nagyon dobok. 9. Az 9, tehát hogyha tökéletesen dobok... Akkor csak egy. Egy. Hú! Nem volt könnyű. Hát jó. 1, 2, 3, 4, 5. Tehát hogyha 5-nél több csúszik be, akkor meghaltam. Mennyit dobtál? 9. Remek. Ó! Így kell ezt, az 4. Az 5, az 4. Jó. Egy akkor... 1, 2... Ha el tudsz... Az 1-es might, az nem tűnik annyira jónak. Ha el tudsz vándorolni hozzám, adom neked a healing potion-t, amivel starting value-re vissza tudod tenni őket. És ezt most mondod?! Addig még nem volt a starting value alatt, azt néztem. Jó, és mivel a faltörőkos gyűrűvel vertelek szájba, és sikeres volt a támadás, ezért egy mezővel arrébb mozgathatlak. Ami ugye ezt jelenti. Úgyhogy szeretném, ha a büdös nagy pofontól átvándorolnál ide. És gondolom, hogy ezt egy vörösen izzó szemű borztól. Azért dologok ezek. Akkor is kevés a speedet, ha a might-ot még lejjebb tolod. És ki jön most? Viktor. Mm-hmm. Viktor, tedd meg, amit tenned kell. Sanity-vel szerintem arra gondolt, hogy megvédesz. nem gondoltam ilyenre. Még megállíthatjuk a fertelem terjedését. Így van. Te vagy el a figyelmét. Így van. Addig szóval lengeöltözékeddel tereld el a figyelmét. Öt kockával. De mit csinálsz a üzével? Mivel? Mi a ha nézem ezt meg, mert... Célszámban? 4-es. Nem bízok benne. 4 sikeremnek kell lennie. 4 pluszt kell elérned. 5 kockával. Így van. Ezek a szavak mindig azok. Hirtelen sokkal kevésbé kezdtem el bízni. Az anyádat, mint egy kívülnek. Kezdtem el bízni. Ó, de nem már, hogy mindig ilyen jókat dobáltam. De mit akarsz még ott van egy... Miért? 9-et vertél rám! 9-et! Hát ott, az ha, már egy bukake. Ha nem szórakoznál messze innen, akkor már meg lenni. Igen, egyébként a dró az hol van? Már ne megint, aggódjatok, már megint halott! Eltűnt. Ja, igen.
Az, hogy amikor lejövünk a sötétben, mindig összezavarodok, mert tök nem látszik. Te jössz, Dávid. Bocsánat, én elfölterelted a figyelmemet. Figyelj, mutasd meg neki. Mit? A mellett, nem tudom. Ja, meg akartam kérdezni, ide érsz-e, de... Nem. Figyelj. Menj oda a Sanity, kész. Belügysz akkorát, megszélünk. Elhúztod a cuccát, kész. Terel. Jó, hát annyit tudok csinálni, hogy én most feláldozom magam, oda megyek, rácsapok egyet, megpróbálom elvenni valamelyik dolgát. Így van. És ennyi. Aztán utána odajön, megpaskol makkal, ezt jó idő. Mennyi dolgok? Nem. Szenáriumot? Csak meg kell néznem valamit, valami fontos. Nem vagyok a könyvtárosod. Nem, az még két token a koporson. Egy. Egyel több a kelletén. Mert az utolsó az... Azt, hogyha azt is elveszed, azt is ugyanígy, ha elveszed, ha nincs ott több token, okay. akkor lehet ütni okay. a férget. Oh. Bring it on. Na, Davis. Kell még a felesztetszke. Sanity. Az 4, 5, 6, 7. Az baj. Négy kockát legyél kedves megfogni. Az baj. Majdnem értéke a maximumon van. Ja, nem az számít, úgyse sebezni fogom. Az koktáj. 7. GG easy. Na fasz van ezzel a kockával. Kacidom veled normálisokat. Jó, én meghaltam. Ugyanúgyan. Ja, még semmi. Mert semmi, most egyikünk se sebződik. Igen, most rájöttük a koporsóra. Koporsó is gone. Még az obstacle esik le szerintem. Igen, szerintem. Annyi, hogy hivatalosan a koporsónak kellene. Igen, az a legalább. Nem, legalább. Kaci, akkor... Nálam az a legfelül, de... Akkor te itt megállsz, átjössz és itt állsz a körözvégen. Ez van most neked. Ezt mondják a hangok. De figyelj, nem kell átjönnöd, minden a legnagyobb rendben van. Te most mind a kettő a legalsón van nálad, Dávid. Nem. A speed az 3-on van. Speed az 3-on van, és bocsánat, én még elrébb léptem egyet. Mert ennyit tudok tenni. Ja. Hogy rám kelljen lépned. Nem adom ingyen magam. Én leütöttem a egyik akadályt, és Kaci jön, aki passzolja a körét. Úgyhogy Viktor. Tehát úgy érzed, hogy... Annyira megrémül a lehetőségtől, hogy egyetlen. Az örök élet helyett az elmúlás jön, hogy a konyha asztal alá bújjuk. Kaci jön, aki ezt beljebb mozgatja egyen, ide. És ennyi volt a köre. Az a kérdés, az 1, 2, 3, 1, 2... Nem szerintem így nézegeted a karakteremet. A húsboltban. Szerintem nincs időd ütni. Én helyetben menekülnék. Még elérhetsz egy hajót. És akkor megkímélünk. Ennyi szabályunkat berakhatunk, nem? Aha. Úgy elengedünk, és ha megígéred, hogy többet nem jössz vissza. Jó, bejövök ide. Vagy ez. És megütsz engem. És megütöm Viktort. Szerencsére a vadmágia mesterével lesz. Miért szemben. Nem akar megütni? Ez... 9. Nos... De ugye Viktor Sanity-vel védekezik. Nos, tehát Might-tal védekezek. Tehát Might-tal védekezem. És még ugye az armorommal együtt. Ez egy fél kocka vagy? Egy sebzés. Azt hiszem, hogy Sanity-ből kivéthet egy mid damage-et. 3. És hozzáadhatok egyet. Egy Sanity-t. Mármint ez az ára. De hát 3 kockával nyilván parázis. Te 9-et dobtál? Igen. De nem tudsz kevesebben dobni? De tud. Előbb dobott egy 3-as. Dobtam már egy. Íme. 2, akkor az hozzáadszik. Szerintem jó ez így. Hagyjad. Viktor meghalt. Ugyanugyan. Nem. Hát... 6-ot kell lehúznod. Számolom, és fizikaiból, ugye? Aha. Igen. Hát akkor... 1-2-3-4-et tudsz lehúzni. De hogyha ráköltöm a Sanity-t, akkor még... Nem, akkor kell 6-ot lehúzni. Akkor kell 6-ot lehúzni.
Akkor nem költöm le, szerint itt jó? Jó. Jó? Jó. Megmaradjon egy épeszű hulla. Na jó, hát akkor... Akkor most jön nálam a... Ne itt, mert a... szimbólum. Ne itt, mert a gyerekek meglátják. A faltörők most gyűrűvel ütöttelek meg, úgyhogy kirepül a hullára ide. Az okay. Jó. Az már megijedtem, hogy nem szeretnék... Miért kell meggyalázni? Miért kell meggyalázni? Na figyeljetek, nekem procol a Symbol of Baal, úgyhogy ha dobok egy kettest, akkor nő egyel a mightom. És az enyém? Majd odaadom neked az enyémet. Oh, és no. Ha nullát dobsz, akkor egy mental damage. Minden csillagzat, ami sikerünket rajzolja az égre. Egyértelműen. Azt mondom, a knowledge én például nem tudom, hogy egy ütésből, vagy egy izéből hogy fogjuk megölni. Mit? Simán. A easy. Koporsót is sétek. Ja igen, tehát most én... Te jössz. Mondjuk te ott se vagy. Hármas speed gets. Simán ott vagyok. Így nyered meg nekünk a játékot. Csapd azt a koporsót. Végtelen szenitidben is. Ájbosszút. Igen, így. Ralvioért. Akinek úgyse tudtad a nevét. Mi? Lefogadom, hogy nem tudtad a nevét. Igen, de ez kit érdekel. Ralvio Escobar. Várjál, bocsánat. Nekem is meg kellett néznem. Megyek, P! Öld meg őket, kérlek! Tedd, amit tenned kell, vámpír! Ne! Elpusztították a koporsómat! Hát átalakulsz a démon formádba. Úgyhogy most végre leszpawnol az a 15. És a Justice Plan a következő egyébként szenárió. Egyébként nincs valami szabály arra, hogyha meghal egy karakter, akkor még hozok egy újat, vagy... De persze. Ha meghal egy karakter, téged nevetünk el legjobban a végén. Igen. Mondja az ember, aki megmentettelek a haláltól, azzal, hogy én haltam meg. Egy hős vagy. Ezt tudod, hogy minden dró szokta ezt értékelni, mikor a szolgafaj akkor egy kicsit szőnyekként funkcionál. Nicely done, buddy. Thanks, I guess. Várjál. Baby, mit csinálsz azzal a szaros humánnal? Gyere már ide, aztán... Kupákoljunk a koporsó fölött. Remélem, hogy nekem... Láttad azt a szerencsétlent? Teljesen bérna nekem fognak szobrot emelni. Nem nektek. Nem lesz itt szobor. Elszabadul a vámpi. Elmondom, milyen tárgyaik. Nagy úr! És tudod, bekápászkodunk is fel, mit vampire-szpól. A koporsó. Figyelj, megtennéd, hogy ideadod a healing szarodat? Mert... De várjál, most mi állítólag nyertünk. Nem. Mert még meg kell ölnünk hát a vámpírt. Engedelmeddel átnyújtam el eter. Milyen kedves, köszönöm szépen. Használd egészséggel. De azt hiszem, hogy egyébként most le kell dobnia, nem, nekem... Nem, átadhatja. Várjál, ott adottunk, hogy 42. oldal és kacinak eseményei. Nem, csak vicceltem. Az csak viccelte. Szóval, az Istennek. Ha minden tárgyal az adventurer, vagy monster, aki tud itemeket vinni, az egyetlen egy dolgot csinálhat meg egy itemmel egy körben. Vagy ledobhatja, vagy felveheti, vagy trédelheti, vagy ellophatja, vagy használhatja. Akkor ez az a történelmi pillanat, mikor nekem meg kell bubóznom kacit, ugye? Igen. Jól van. Szóval, ha most P rátrédelte, akkor majd ha rátkül a sor, használhatod. Jó. Nem fog. Egyes a mi megpróbáltuk, nem fog. Ez most engem itt vagy a koporsó? Téged. Ja, nincs koporsó. Az 8. És ez mi, ez Mike? Satak. Ez Mike. Akkor csak, most csak 6 kockával dobhatsz. Sajnos csak annyi kockával dobhatsz, amennyit odaadtam. És mennyi dobtál 8-at? 8-at. Hát ez kicsit kevés. Ó, ez csak 4. 4-et le kell húznia. Most vagy lehúzok 4-et. Igen. Vagy ellophatsz egy tárgyat. Ennyi. Ó, nézzük csak milyen tárgyat. De akkor ugye nem sebződök, hanem ellopsz egy tárgyat. Aha, 4-et sebződsz. Várjál, ugye az a baj, hogy te fizikait fogsz ütni, én meg mentált. Úgyhogy két oldalról kezdjük el sebezni. Itt akkor májtal ütötte is. Sima. Simaniba. Jó, én egy kockával dobom azt a bizonyos. Jó, akkor lehúzom a speedemet 1, 2, 3, 4-re, az ugye az alapértékem. Igen. Már csak 4 a speedem. kicsit játszom én is. Kus! Viszont, ha te jót ütsz rá, akkor tudod te mit csinálj? Szedd le a tárgyaitak időt. Miből gondolod, hogy én sorra kerülök? Jaj, ne viccelj már, teljesen elfogja. Megütöm Dávidot. Na ugyan, nem lehet, mi baj? Fel vagyok készülve. Látod, ezért van 8 kocka, 4 héttel dobok, te egyel. Neked már csak egyes a majd.
Sima. Akkor én dobnék a bálszimbólumát. It was so close. Igen, igen. Tehát, hogyha ne adj Isten, a másik 70 alkalommal eszedbe jutott volna egyszer, soha hogy van egy ilyen kurva itemed. Figyelj. Aha, nem tudod beáldozni. Dehogy nem. Szomorú történet. A furunkulusom volt előre küldöm. Képzelheted mekkora. A 8-ból, akkor ő felfog egyet. Nem, na, az összes. És én viszont kapok egy májtot. Wow. Nagyon örülök, hogy ilyen. Valakinek jó. És szeretném ezt az Innocent Bystander-t egyet bejött. Na jó van. Hát nézzük csak akkor, mit tudunk ebből a történetből kihozni. Ne feküdj mellém, hullak én sem, jó? Ne haragudj. Az a kután, de nem, mert megüt és elmozdul. Kezdődik a pofoszkodás? Ráfekszem. Melyik? A testedre. Na. Ez olyan romantikus. Nem. Izguljatok velem. Na, egy V1. Neked te hány kockával dobsz? 5-tel. És az Might, ugye? Igen. Jó. Akkor nekem kéne még 3 kocka, mert én 6-tal védekezek. Ez 2 siker volt, ugye? Jól számoltam. Így van, 2. Az 1, és egy még 1. Ez csak 3. Úgyhogy... Akkor leviszed egyel a Mightomat, és így nem változik az értéke. Mennyi a speed-re, azt megkérdezhetem? 5-ös, tehát gyorsabb vagyok alapértelmezésben, mint te. Gyorsabb vagy, mint én. És neked még át kell menned a haverjaim testén. Az mondjuk igaz. Nem a speed-emből kellett volna levenni. De a hullákon úgyse tudsz átmenni. Jó, meokasztod. Nézd meg. A hullákat megettem. A vérborz. Te, mi van a vámpírborz, az valami nagyon furcsa. Az egy vérszopó vámpírborz. Hatalmas fogai van. A szopóról tudtam. És az a healing potion az a fizikál trétjeidet tolja. Visszaállítja eredeti értékre halálnyomot. Fúj, nagyon meghaltam. 5 a speed. Tényleg? Ez a speed. Jó, most akkor megütlek. Gyere, ezt már meccseljük le, bro. Nekem 7 a Mightom. Mert? Ja. Mindegy. És mennyi a sanityd egyébként? Ezt meg megkérdeztetem. 5-ös. 5-ös. Minden tréptem 5-ös lesz, amit van a legyenet. Akkor ez... egész kurva jó dobás. 9. De azért 5 kockával ezt meccselni nem könnyű. De mert 5 kockával simán dobsz 10-et. Go! Easy! Nehogy már rajtad ússzon el! Majdnem. No pressure. 6. 6. Akkor az 3. Jó. A Mightot nem lehet meg a speedet csökkenteni. Egy oldalon. A Mightot meg a speedet nem lehet? Nem. Úgyhogy minden rendben. Mennyi a különbség volt? 9 adott? 3. A 3. Ideges vagy? Kicsi. Minden a kis baby. Elveheted a Viktorét, mert neki sincs lesz szüksége. Tudom, amikor éppen elkezdene hegedni a seb. Nem. Még csak... És mielőtt elfelejtem, hogy szeretném bejebb mozgatni. Nem lepezd meg. Nagyon gigászi küzdelem. És inkább a Mightodból veszélyezted, utoléred, de sose fogod sebezni? Hát arra még kockadobásban még történhet valami, hogy ő szardob, de egyébként, hogyha leveszem a speedemet, akkor tuti nem érem utolsó. Amúgy sem. Ezres speedje van. De nem, nekem az egyen nagyobb a speedem. Már csak a speedem. Mert ugye elkaptam az előbb 4-es sebet, és szívesen. Le kellett húznom. Nem tőled kaptam. Úgyhogy ez van. Amikor te megütetted, akkor te sebződtél 4-et, emlékszel? Ne beszéljünk ilyenekről. Meg ez nem úgy történt, teljesen máshogy. Hogy fogom ezt úgy összevágni, hogy nem Kaci nyert? Még ne ad még föl. Nem nyert. Még nem nyert. Fú. Hát akkor ott vagyunk, te és én. Most mi a speeded meg a Mightod? 4 és a Mightom, 5 és a speeded. Jó. Ain't gonna be easy, de hát mit tudsz tenni. Na, mennyi neked a speeded? 4? 4. Jó, most meg elkezdtem. 4 a speedem és 6 a Mightom. 4 a speeded, 1, 2, 3, 4, csak fel tudsz jönni. 4 a Mightod, tehát hogy 7-tel fog rád verni. Tudom. Minden egyes körben. Nem tudok jobbat csinálni, mint hogy ütöm őt. Annyit tudok még csinálni, hogyha egyszer nagyon belejúmasz, akkor a potion-nel visszaállítom előtti értékre. Which is like nothing. Jó, szép. Nincs jobb ebben a 3 helyzetben. A basic speeded, ugye? Igen. Na, lássuk. Na. Kaci, akkor most dobok egy egyest. Jó. 8-at, haver. 4. Hát nézd, valahol a középütt. Mennyi kell neked? Ennyi. 5. 5.
Ajaj. Hm. Hát, legények. És most mennyi a might-od? 4-es. Most elkezdhetnék menekülni, de inkább megütlek. Hét. Hetet. Örülök, hogy sokat segítettetek nekem ennek a kampánynak. Aja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 j
Az 5. Igen. Akkor az 2. Amíg te kitalálod, én addig jó. Ezt bemozgatom ide a konyhába. Nem mozgattál te már ebben a körben véletlenül? Nem, szerintem. Az előzőben mozgattam. Amikor ő idejött, az nem tudom mikor volt. Passz. Szerintem elég sok a pofoszkodás most, úgyhogy... És 2, 3, 4. Oké. Okay. No, healing potion. Most felmész 3-4-re? 4-re. 3 speed, 4 might. Igen, ennél jobbat nem tudok csinálni. Oda mozgatsz mellé. Parancsolj. Rá is átáll a kerget az ork! Segítség! Igen. Kerget az ork! Egy. Igen. Ezt ki nem véded. Or maybe de? 5. Hát nézzétek, ezt már innen nem tudjuk megnyerni. Úgyhogy... Féltem, hogy ezt fogod mondani. Most már impossible, nem tudom rollafolni vele. Te szólj, hogy másképp látod. Nem, fantasztikus volt. A über győzelem. Kaci, nagyon-nagyon ritkán kell ilyet mondanom. Gratulálok. Köszönöm. Nagyon-nagyon ritka ez. Tehát, hogyha egyel kevesebb fogyatékos van az asztalnál, akkor simán lehet, hogy... Vagy egy hasznos máshogy alakul. Mi volt a feladatod ezekkel? Kétféleképpen nyerhettem, vagy ha megöllek titeket, minden nyótokat, vagy ha megölöm őket, négyüket. Igen. Hát ugye ez nálunk is nálunk. Szóval ezt a kettőt csinálhattam volna, és hogyha megölök egyébként egy bystandert, akkor kiszívom a vérét, és egyenlő a májtom. Ja, azt hittem Vampire Spawn-i. Miért minket ütöttél, ahelyett, hogy megöltél volna ott egyet fent? Hát csak kettessel védekeztek, hogy ezt nem tudom. Hármassal védekeztek, egyszer rájutottam az egyikre, és ez nem jött össze. És elvette a kedvét. De ők alapból kettessel védekeztek, azért volt plusz egy, mert mellett. Ja, hogy mert én azt nem tudtam, de ezt nekem nem írta a szabály. Illetve nem tudtam, hogy nálatok milyen victory conditionok vannak. Azt tudtam, hogy ha úgy öltök meg, hogy még megvan a koporsó, akkor visszakerülök oda, respawnolok, mindent váltok basicre, és utána feltalom kettővel a speedemet, meg kettővel a mightomat. De idegesek lettünk. Jó, ez a játék ez így is zseniális. Ja, hát nem tudom, tápos volt, hogy nyilván a megnő alapból a speedem meg a mightom, mert vámpír vagyok, és elképesztően jól jött ki, hogy rá tudtam tolni még kettőt plusz, a mightra a druidával, plusz ugye meg a rendtár. Igen. Hát ez a... tehát, hogy ha én vagyok a izé, akkor teljesen esélytelen. Persze, ez most igazából ketten voltunk, akik parák lehetünk vámpírként, Kaci meg én, mert nekünk voltak jobbak a valamivel a statjaink. De Kaci volt igazán para, mert tudtam, hogy te idióta dolgokat csinálsz. Végig, tehát, hogy... De cserébe te, nem tudtuk, aki végig hogy feltartottad és hatékonyan jutott erre. Hát, srácok. Én mindent megtettem. Így van. A lehetőségeimhez képest. Egyszer egy te nálad ez ott pihent 5 körön keresztül. Igen. Anélkül, hogy így érdekelt volna. De neked 6-tal volt fölötte. Szerencsétlen, meg 1 HP-n volt a második kör óta, mert elbotlott az egyik küszöbben. Nem egyébként. Nem. Bácsi. Nem, nekem viszonylag jók voltak az értékeim, az utolsó csatában szedett szét. 5 különbség volt a dobásunk között. Szóval ott a kocka volt az, nem álltam én olyan rosszul, amikor ott fönn megütött. Csak azért jöttem el onnan, mert érződött, hogy most elkezdünk ott verekedni, abból a hosszú távon én fogok jönni. Igen, mi is erre számítottunk, hogy közben lesz ide majd. Na mindegy. Igen. Hát.
De zseniális volt, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és rádoztátok ezt az estét erre a játékra. Remélem fogunk majd még játszani. Egy revansot azért majd. Hát kaci nélkül van. De akkor leszünk revansot. Privátban nem játszunk kacival egyébként. Ez nem így működik. Nektek pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet, hogy itt voltatok. Ha tetszett a játék, akkor ne felejtsétek el, hogy a Számlovasban egy kis kedvezménnyel tudjátok megvásárolni, mert hogy a mi kis családunknak a tagjai vagytok. Drágáim, sziasztok! Hello! Szervusztok, kacicák!